Sziasztok! Ha egy két balkezes ember lát sikert a munkájában, akkor nem kérdés, hogy ez nem neki köszönhető, hogy itt az isteni áldása, mert ő sikertelen ember, és nem képes semmire. De ha egy ügyes ember lát sikert a munkájában, akkor felmerülhet a gondolat, hogy azért van itt siker, mert én tettem. Akkor tudni kell, mondja a zsidóság, nem. Akár mit tesz az ember, mindig szükség van még az isteni áldáshoz. Másképpen nem lenne. Isteni segítség nélkül az ember nem képes lenne semmire. A heti szakaszon, pontosabban az első heti szakaszunkban, a Mátodban olvasunk, hogy Mózes indít a katonákat háborúban Midian ellen. És az van írva, Eleflamate, la holmatot Israel, úgy szól a fordítás, ezret mindegyik törzsből. De szó szerint az van írva, ezer minden törzshez, ezer minden törzshez. Erre azt mondja a Midrash, mit jelent ez a kétszer ezer? Erre azt mondja a Midrash, minden egyes törzs adott kétszer ezer katonát. Ezer katona ment háborúban, és ezer katona pedig csak ott volt imádkozni. És így jött ezer és ezer minden törzsből. Erre felmerül a kérdés, hogy ha a második ezer katonának csak az a feladat, hogy imádkozzanak, miért szükség van, hogy menjenek ki a frontra, ugyanígy a többiekkel. Miért pont ezer, miért nem száz, egy minnyen tízezer, miért pont ezer. A válasz erre az, hogy itt arról van szó, hogy ezer katona fegyverel és minden indul háborúban, minden egyes törzsből. Képesek ezzel gondolni, hogy tessék, nekünk van fegyver, ügyesek vagyunk, jó stratégia van, és ezért képesek vagyunk győzni. Erre azt mondjuk nem. Mellette van ezer katona, aki imádkozik. Lényegében minden egyes katona, aki harcol, lát egy másik katonát mellette, aki imádkozik. És ez biztosítja az, hogy tudjon az illető, hogy ha nem, ő nem imádkozik, én nem vagyok képes. És az embernek tudnia kell az egész életében, mindenben. Neki tennie kell, próbáljon ügyeskedni, de mindig imádkozzon és kérjen az isteni áldás és isteni segítség. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok mindenkinek az imával együtt.